Egy haverom a továbbiakban G, az iskolába megnézte, bazd meg NVR, írjál már helyesen. Az iskolába megnézte a Magyar Gárda honlapját szabad gépidőn. Kötőjel, mindegy. Ezt meglátta egy baloldali identitású tanár, és G-t bemószerolta a baloldali beállítottságú igazgatónak. Emiatt a szörnyű bűn miatt az igazgató úgy döntött, hogy fegyelmi bizottság elé állítja főszereplőnket, mert biztosan terjeszti ezeket a idézőjelbe fasiszta nézeteket. A gond csak az, hogy a fegyelmi bizottság tagja a diák önkormányzat elnöke, aki maga G. Amikor G osztályfőnöke látta, hogy az osztályának legnormálisabb tagját a bizottság leállították, megkérdezte tőle, hogy miért, G elmondta, mire a tanár elnevette magát. Szerencsére az ügynek nem lett következménye, de ez akkor is humoros, hogy azért hurcolnak meg valakit, mert máshogy gondolkodik, mint ahogy elvárják tőle. Nekünk mondott, kedves emberje. Nem tudom, ez milyen lehet. Nem biztos tudom. Rossz. A másik körülbelül egy hete történt, amikor felhívtam egy barátomat. Csak hogy egy tök ismeretlen ember vette föl, egy körülbelül 10-14 éves cigányos hanglejtéssel beszélő srác. De milyen eufemikusan fogalmaz, figyelj, nyugodtan megiratod egy büdös, retkes, mocskos, alsóbrendű cigány szar. Megkérdeztem, honnan szerezte a telefont, mivel hogy nem ismerte a telefon tulajdonosát. Ekkor megkérdezte a nevemet, és mivel én nem válaszoltam, elkezdte szidni az édesanyámat. Erre kicsit bedurrant az agyam, de próbáltam nyugodt maradni, és folytattam a beszélgetést, hogy honnan szerezte a telefont. Ekkor a háttérből odaszólt egy másik, hogy ha kivel beszélsz? Erre a válasz, ha valami büdös magyarra. Erre már annyira felment bennem a pumpa, hogy telitorokkal ordítottam neki, néztek is a lőtér udvarán, hogy mi a fasz képzel magáról, hogy büdös magyarozik Magyarországon. Ekkor a cigány bontotta a vonalat. Később megtudtam, hogy a haverom telefonját ellopták. Tehát aki szeretne beszélgetni egy büdös magyarozó cigánnyal, az hívja fel a 06 30 592 49 83-as számot, biztosan örülni fog neki. És nem is emeldíjas, tehát teljesen jó. Nem emeldíjas, azt nekünk kell. Csodálatos történetek ezek. Erről az iskolairól eszembe jutott egy ilyen droid történet még a 90-es évekből. Ez valamikor volt a droid zónában, de hát olyan fiatalok az új olvasóink, hogy biztos nem emlékeznek rá. Még annak idején, mikor a Windows 95 így betette szőrös kezét, lábát, mit tudom én, a hazánkba. Ugye van, hát mai napig megvan az a kis ikon a desktopon, amit úgy hívnak, hogy saját gép. Na most, emberünk, nevezzük Gipsz Jakabnak, így unatkozott számtek órán, és így átírta, hogy Gipsz Jakab számítógépe. Jó, ez így, oké, vége az órának. Két óra múlva ül békésen egy ilyen magyar órán, ajtó berepül keretestül, rohan be, vörös fejjel így a informatika tanár, az igazgató helyettes, meg a köbben a rendőrség, az adóhatóság, a tűzoltóság, így kikapják őt a pandból. Igen, körülbelül, sűnbe így kivitték, és ott helyben így meg akarták lincselni a folyosón, nem nagyon értett, hogy mi van, valami olyasmit ordibálti, artikulátlan hangon az igazgató, hogy mint sok milliós kár, meg tönkrement számítógép, meg úristen, és komolyan, ezért őt így ki akarták rugatni az iskolából, és büntető feljelentést tenni ellene, hogy ő tönkretette a számítógépet. De végül az eljárást megsüntették? Megsüntették, mert hát a srác az így kirögte őket, mondta, hogy hát menjünk vissza, visszaírom. Tehát nem baj, hogy nem ért hozzá számításnék a tanár, csak ne égesse magát. De azt persze nem lehet, mert az mindenkinél jobban ért hozzá. Ellopta a számítógépet, érted? Igen. Igen, az alattól az övé, és az más nem, tehát így. Igen, de lehet, én tudom, lehet így számítógépet lopni, hogy közben megvan. Tehát mi is a szervert így loptuk el, ne felejtsd el. Igen. Ezt Sodika is megírta, nagyon okos gyerek. Iskola, jó. Iskola. Tehát a magyar iskolákkal én komolyan mondom azt csinálnám, hogy egy ilyen, talán egy ilyen fejméret ellenőrző szerkezetet bemenni, így végignézegetni mindenkit. Körülbelül, tehát a bent tartózkodó mindenkit, a tanár, diák, pedellus, házőrző kutya, minden. Annak ugye 15%-át így kimenni, egy kicsit menjetek ki ugye a sarokra, és a maradékra egy neutronbombát. És utána visszamehetnek. Tehát körülbelül ezt kéne csinálni a magyar iskolákkal. Ez megoldaná egyébként elég sok kérdést, így társadalmi kérdést a kis hazánkba, a túlnépesedést is valószínűleg. Hát mi is ismerkedtünk meg Tomkettel, mindkettőnknek volt egy ilyen iskolalátogató sztoria, aztán abból kifolyólag, tehát ezt végig fog kísérni, én érzem már az életünkön. Mondjuk tehát én amióta ezt csinálom, hogy így nagyobb nyilvánosság előtt csinálok magamból hülyét, és teszem tönkre a jövőmet, az olyan tizedik osztály környékén. Tehát onnan nekem volt két nagyon kellemes évem, amikor megpróbált tőle megszabadulni az iskola. Tehát ennél egyszerűbb dolgok miatt is, csak tudod, hát aki nem hagyja magát, azt nem tudják tönkretenni. Volt egyébként olyan lány, frazista lány, aki hozzánk jött segítségért, mert ugye bántották az iskolájában. Nem szégyen segítséget kérni, vagy a sarkadra állni, azért, tehát egy iskolából kirúgatni valakit, az azért nem egyszerű dolog. Ha büdös cigány nem lehet, akkor téged se lehet, te vagy a fehér, felsőbbrendű, stb. És már majdnem 5%-át teszed ki a világ népességének. Legyél rá büszke. Miért van az egyébként, hogy a magyar iskolákban mindig van egy hiszterika tanárnő, akinek így valamiért... Tehát ha csak egy lenne. Valamiért ilyen különleges hatalma van, tehát ő életekről dönt. Tehát nem úgy kezelik, hogy jó, van ez is, igazából azért van itt, mert nem találtunk más énektanárnőt, ez hülye, ez nem kell foglalkozni. Nem, hanem ez a hülye, ennek így, mit tudom én, most PMS-e van, vagy Klimax-a, vagy akármi, ami éppen tud romolni egy nőbe, ezek mindig, majdnem mindig nők.
És ez így üvöltve, csapkodva, toporzékolva rángathat meg embereket, meg ízés. Nem úgy kezdődik, hogy jó, izé, emőkkel, tegye már le, meg hagyja már abba. Nem, csak ilyen volt. De miért? Ne, elmondom, ne, nekem ez például... a tanárnőknél a kóros faszhiány megjelenése, az sokkal, tehát az hatványozottan jelenik meg, mert még az átlag életben, egy átlag munkakörben a kóros faszhiány esetében úgy általában leütik a nőt, vagy csöndbe marad, vagy fölemészti magát, vagy beugrik az első kan ölébe, szó szerint. Addig az iskolában kap egy valamiféle hatalmat, és ez a kóros faszhiányt ezt azon keresztül vezeti le. Tehát visszaél ezzel a hatalommal, és ebből lesz az, hogy hát ilyenek lesznek az énektanárok. És hogy kiközösítették ezt a Mester Esztert, ugye? Ez ki is? Hát te raktál föl róla a képeket a... Ja, igen, ez a... Igen, hát neki nem volt faszhiány. Érdekes, neki nem volt faszhiány. Nem tudom, nekem ilyen emlékeim vannak, tehát ilyen tanára mindenki találkozott. Még annak idején gimnazistaként talán első osztályos lehettem, tehát egy kis pöcsmag. Hát már akkor is ilyen eléggé ilyen számítógép orientált voltam, és így jóba voltunk, meg volt még egy haverom, aki szintén, és így jóba voltunk a számtett tanárról. Hát akkor az egy kicsit ilyen misztikus tudomány volt, és ilyen jó volt beavatottnak lenni. És a tanár úr az így megkért minket, hogy figyelj srácok, itt most szünetben itt van a számítógépterem, így nézzétek már meg, hogy van 16 gép, hogy mennyi hely van a vinyókon, és így írjátok össze. És annyi volt, hogy Norton Commander megnéz, fölír, megizé. Na, pont ott ment el ez a hiszterika a terem előtt, így benézett, és látta, hogy mi ott bent vagyunk. Na most ez így nincs, hogy mi ott bent vagyunk, ez invalid. Tehát abban a pillanatban így légriadó sziréna így még a fülén is ordított. Na, innen vetted az ötletet. Igen, valóban. Tehát figyelj meg, ha őt raktuk volna ki annak idén a Skálametró erkélyére, akkor aztán nincs kegyelem senkinek. Meg hát a zsidók ott fagynak halálra ijedtükbe. Tehát így elkezdett üvölteni, és így kirángatott mind a kettőnket egyenesen az igazgatóhoz, de nem az, hogy ti tulajdonképpen mit csináltok itt. Tehát ez a kérdés nem hangzott el, és azonnal irángat, és összeszaladt az egész iskola, és akkor összeült a nagy bizottság, hát itt bűncselekmény van, tehát olyan nincs, hogy nincs, mert összeültünk, hát különben nem ültünk volna össze. És valami fél napig ez ment, már rég egy másik órán kellett volna lennünk, persze aztán azért is lebasztak minket, hogy miért nem vagyunk ott a Micubá kémia óráján, mindegy, hogy mi mit kerestünk a terembe. És mondom, hát keressék már meg a Széchenyi tanár urat, mert ugye ő szerepel a Suli nevű játékban is mellesleg. Keressék már meg és kérdezze meg, mert nekünk így ott volt a kulcs nálunk, tehát mi valahogy ott voltunk, és valami... Nem érdekelte őket, ezt nagy nehezen a Széchenyi tanár úr így előkerült, és mondta, hogy de bazd meg, én mondtam nekik, hogy izé, és akkor így néztek, hogy ja. De... És megkövezték? Na most nálunk is volt egy ilyen történés, és az volt az érdekes, hogy ez a újonnan felszerelt számítástechnika terem rendelkezett például egy ilyen rohadt nagy vasalt ráccsal, hogy azért ne lehessen egyszerűen kilopni, és technika tantó bácsi, aki amúgy számítástechnikát is vitte, betett minket oda, hogy ilyen nem kellő dolgokat töröljük róla. Tehát így egy kicsikét tegyük rendbe a cuccokat, és ketten voltunk alvára. Magyarul Linuxot raktatok rá? Nem, akkor még annyira azért nem voltunk prók, de minden esetre megoldottuk. Meg fogok ülni, igen. És amikor kiment a teremből, ez így szünet meg így következő órának az első felére nyúlt át ez a dolog, bezárta a rácsot, és kérdeztük, hogy miért, hát Jánosban nem fogjuk ellopni a gépeket. Mondta, tudom. És akkor így, hát így jó, tudja, oké, persze zsír. És az volt az érdekes, hogy a szünetben, ami volt egy 10 perc, 3 darab ilyen előbb leírt, ismertetett, faszhiányos tantónéni, 3 darab kezdett el sipákolni, hogy mit csinálunk mi ott bent. Nem tudott bejönni, kinek kicsikét üvöltözött. De, ti voltatok bezárva, és... Igen, mi voltunk bezárva. Ki tudja, rászta a rácsot? Volt olyan is, hogy nyissuk ki. Tudja, hogy mi zártuk be, nyissuk ki. És hogy mit csinálunk ki? Hát ellopjuk a számítógépeket, tantónéni. De ablakon mindenhol volt egy ablaka a teremnek, és így de ellopjuk, és azon is rács, és ellopjuk őket. Egy kicsikét dödögött, és nem tudom, valamilyen állati ösztön lett, mint amikor egy nagy macskának valamilyen ilyen kis szőrös szart így oda teszel, de ugye a kis szőrös szar egy ketrecbe van. Tehát egy idő után hagyni fogja békén. Ez is lekopott a falatban, tehát így nem érdekelt, és mind a három ugyanezt így eljátszotta, és az volt az érdekes, hogy egyiknek se jutott eszébe, hogy a legközelebb, amikor a rácsnak a vele azonos oldalán lát minket, akkor megkérdez, hogy mi van. Nem, mert nem jutott el a tudatáig, hogy ez ugyanaz. És akkor igen, lejött az, hogy János bácsi azért zárta be a ketrecet, mert hogy... Engem amikor ki akartak rúgni legutoljára, de mondjuk többször volt, de azt hiszem ez volt a legutolsó, amikor elmentünk a pokornit megdobálni párnával, és hát fideszes volt az iskola vezetése, és hát ez egy főbejáró bűn. Tehát az, hogy iskolán kívül te megpróbáld megdobálni a fideszes atyaúristent, és ez még tévében is lejön, tehát ez főbejáró, összehívták az úgynevezett ilyen, nem tudom, bizottságot, de azt akkor csinálták, tehát addig nem volt bizottság, tehát ilyen nem létezett, mert nem, hát minek.
És akkor gyorsan az összes fideszes tanár összeült, és akkor behívtak egyedül engem. Hogy mondjam el, mi történt. Hát mondtam, hogy így, nem tudom, mint politikai véleménynyilvánítás, vagy performance, vagy médiahack, már nem tudom, mit mondtam, de hozzátettem, hogy az nekik semmi közük. Ez ők nem értettek egyet, mert az iskola neve, mondom, az hol hangzott volna el? Hát ki nem szarja, azt se tudják, hány éves vagyok, senkit nem érdekel semmi. De hát ez fölmerül, hát ez nagyon veszélyes. Mindegy, szóval jó, megbeszélték, hogy hát ők már tudják, mi a döntés, de azért menjek ki, megbeszéljük. Vagy igazgatónő, én már tudom, hogy mi hogy fogunk dönteni, de menj ki, megbeszéljük. Jó, kimentem, épp azonnal hívtak az RTL klubtól, tehát a fene tudja, tehát abban a pillanatban így RTL klub, utána föl is vettük, csak ez nem ment adásba, mert utána az iskola visszakapta, és utána Tomcat fölhívta az iskolát, és, ilyenek voltak, nem is és bejátszotta azt a blöfföt, ami egyébként írtó jól működött, hogy egyébként van hangfelvételünk az egész eljárásról. Na most fölvette valami tanár, és akkor, és hát mondja, hogy igazgatót kérem, mondta Tomcat tanár, hát az nincsen, nekem is mondhatja. Jó, hát tudja, volt ez a bizottsági eljárás most, hát meglepődött, hogy erről honnan tud, de hát igen, volt. Jó, hát csak úgy elmondanám, hogy hangfelvételünk van az egészről. Hát akkor mégis itt van az igazgatónő, akkor beszélek vele, aztán valahogy nem kellett visszamennem a terembe, az nem tudom mi lett. A másik hasonlóan nagy dolog volt, amikor véletlenül átmentünk a teremből a lány WC-be. De hát annak semmilyen politikai vonzata nem volt, csak kopogtak a túloldalról, és a Kovács Gergő barátom, aki fideszes volt, hát ő átment a lány WC-be. Nem tudtuk, hogy ilyen vékonyak a falak, és hát nem tudom hány évesek lehettünk, de mondjuk 14-15 éves gyerek. Mit lát jó megoldásnak? Hatan vagyunk egy teremben, Kovács Gergő szedik ki a lábát a falból. Ja, hogy úgy ment át. Tehát ő úgy ment át, hogy a falon. Tehát, hogy nem volt ajtó a terem meg a lány WC között, de lett. És a fal az nyílás. És így fogta, és így kihúzta a lábát. Egyébként a lányok kopogtak a túloldalról, ők elrohantak. És mit csinál hat fiú, ugye életképes egyedek? Hát elkezdenek elrohanni. De ugye abban például benyitott a takarító, meg ja a fal, és eltűnt. Ja a fal? De sokat látod már azért, takanyanya, úgyhogy mindenki elrohant. A szakkifejezés mindenhol megvan. Egyedül mentem az igazgatóihoz, mert én gondoltam, hogy nem rohanok el, hát elmondom, hogy egy baleset történt, meg stb. Belegyalogolt a Józi a falba. Tegelsík. De én már akkor is tudtam, hogy mi a jó megoldás, mert ilyen belső indítatás, de nem mertem oda menni, mert láttam a fejüket. Tehát az hihetetlenül idegesek voltak, ezért elbújtam, és másnap azért, tehát életképpen szarok, másnap rendesen mentünk be a suliba, tehát nem történt semmi, vagy nem tudom, mit gondoltunk, és csak a Gergő nem jött természetesen, ő megüzente, hogy ne mondjuk el, hogy ő volt, nagyon rendes, és aztán fölmentünk az igazgatóiba, ott hát megkérdezték, hogy mégis hát miért, meg és aztán bejött valahogy a Gergő, és ugye kérdezték, hogy de Gergő, miért mentél át a falon? És mondta, hogy hát azért, mert hangokat hallott. Hihetetlen, szóval én embereket annyira megrémülni, egy tizenéves gyerektől még nem láttam. És Gergő, mások is hallották azokat a hangokat? És rendesen ezek a kérdésekre játszottak. Mindegy, őt ugye megbüntették ezért. Egyébként kimeszeltette a családdal az egész falat, tehát jó járt az iskola. Minket az nem tudtak miért megbüntetni.